Sziasztok! Most keltem ki az ágyból egy 10-15 perce, azért néz ki ilyen frissen a fejem, idézőjelben. Szóval, mivel több napja várom egy illetőnek a válaszát Facebookon, ezért hát arra gondoltam, hogy valószínű azért nem válaszol, mert én sem válaszoltam másoknak, ugye nyilván nem ok nélkül. Ráadásul tegnap el is köszöntem a Facebookon, azt hiszem tegnap. És de ezért, hogy válaszoljon az az illető, mégis úgy döntöttem, hogy megnézek néhány üzenetet, amit írtatok, és akkor válaszolok rá. És megnéztem, és egyikőtök azt írta, remélem, hogy felolvashatom, a nevét nem mondom, mert vannak, akik nem szeretik, de nagyon remélem, hogy beleegyezzel, hogy felolvassam, ha mégsem, akkor írjál, és akkor letörlöm ezt a videót, de mindig csak is azért osztottam meg nyilvánosan kérdéseiteket, stb., mert hogy másoknak is hasznos lehet egyrészt. Másrészt meg voltak visszatérő kérdések, hogy többen feltették szinte ugyanazt a kérdést, vagy tök ugyanazt a kérdést, akár 25-ször az elmúlt 5-6 év alatt. És ezért, tehát, hogy ezt többen kifogásolták, hogy milyen dolog már, hogy megosztom nyilvánosan a kérdéseteket. De hát most jó, egyrészt igazatok van, másrészt viszont az se jó, hogyha, tehát azért nekem már ne azzal teljen el az időm, ne haragudjatok, hogy 25-ször ugyanazt a választ leírom üzenetben. Most ez az ébresztőm. Plusz nem mondom oda a nevet, hogy ki írta. Tehát akkor nem igazán értem, hogy mi a probléma. Tehát, hogy most akárki írhatta most az rossz nektek, hogy mások, mit tudom én, még 100 ember az interneten, akiket nem ismertek, ők sem ismernek, vagy lehet, hogy ismernek titeket, de figyelj, most elmondok, mit tudom én, egy kérdést, és akkor mi van, hogyha mondjuk rátok ismernek? Ha rátok ismernek, akkor eleve tudják ezt a problémátokat, amire rákérdeztetek. Tehát akkor nem mondok nekik újat, nem árulok el semmit. Ha meg nem ismernek rátok, akkor meg mi a probléma? Na mindegy, egyrészt igazatok van, másrészt meg más szemszögekből is nézzétek meg ezt a dolgot, de akik konkrétan kérték, hogy ne mondjam el nyilvánosan, azoknak nem mondtam el. Akik meg nem kérték, és rosszul esett nekik, azoktól meg elnézést kérek. Na akkor felolvasom. Szia Matyi! Régebben már beszéltünk itt, de nem is ez a lényeg. Látom, nézted Szabó Péter videóit, én is, és James Eaton, vagy E, nem tudom, hogy kell ejteni, Eaton, T is, és nem tudom közös nevezőre hozni a két igazságot. Most akkor sikeresek legyenek a céljaim motiváltan, sikerek legyenek, tehát most akkor sikerek legyenek a céljaim motiváltan, vagy épp hogy ne legyen, illetve a spirituális egység felé haladjak, hogy a szimpla létezés legyen a boldogságom. Tehát melyik a kettő között közül? Az utóbbinál, tehát a spirituális útnál, az utóbbinál nehéz az emberi vágyakat kezelni. Az előző
meg végül is egy tévút, az értük tett munkát leszámítva. Tehát az ilyen anyagi célok, az egy tévút, azt írja az illető. Mi akkor az etalon? Biztos érted? Biztos érted, hogy mi zavart össze? Hogyan éljek? Nekem a kettő nem áll össze. Vannak céljaim, de az egyik bíztat hozzájuk, tehát gondolom az egyik tanítóra gondolsz, tehát vannak céljaim, de az egyik bíztat hozzájuk, a másik meg inkább lemondat egy magasabb önazonosulás felé. Mit tegyek? Ha kellett tenni egyáltalán. Össze vagyok picit zavarodva. Itt vagy? Jó. És akkor felolvasom, hogy én mit válaszoltam most, aztán így kora reggel, aztán ha még bírja a kamera akkumulátora, akkor valamit hozzáteszek. De a lényeg a lényeg. Szóval nekem szűz az aszcendensem, Skorpió a csillagjegyem, szűz az aszcendensem. A Skorpió az ilyen szenvedélyes, ész nélkül mindenbe beleugrik, a szűz meg az ellentéte, aki agyon elemez mindent, gondolkodik, agyal, elemzés, rendszerezés, rend legyen, kategorizálni mindent, stb. Ez így nagyon nem egy ilyen nyugis élet. Belül, de lelki béke az ritkán volt. Most már szerencsére egyre többször, de hát még most is viszonylag kevésszer. Na, mit akartam? Miért mondtam ezt? Mindegy. Azt válaszoltam, hogy szia fény, én is kb. Így vagyok, mint te. Aztán, tehát, hogy ebben a dilemmában már egy jó ideje. Idehozom a vizet. Jó, szóval én is kb. Így vagyok, mint te. Azt hittem, hogy ennyit fogok válaszolni, de utána meg eszembe jutott valami. Szerintem legyünk boldogok. Boldogság, szeretet, Isten, bőség, egészség, végül is ez egy irány. Csak ne merüljünk el az anyagi dolgokban, ne az uralja az életünket. Arany középút. A gazdagság jó, az, ha van saját autónk, házunk, az jó. Egészségünk megőrzésére is van pénzünk, jótékonykodni is. Ez mind jó. Csak ne ez legyen az egyetlen irány. Hanem mondjuk 50%-ban. Mellette meditáljunk, stb. Ötvözzük. Arany középút. Ne a pénz használjon minket, hanem mi a pénzt. Szóval ne váljunk semmi és senki rabjává. Hát ennyit válaszoltam. A lényeg a lényeg. Ja, ezért mondtam el a szűz aszcendenset, hogy aszcendenst, hogy én nekem is ez sok évbe tellett, mire megtanultam a lényegre figyelni, és nem elveszni a részletekben. És hát jó párszor találkoztam a videózás, videókészítés alatt azzal, hogy amiket mondtam,
vagy írtam ki Facebookra, nagyon sokan, vagy lehet, hogy nem sokan, de jó páran elvesztek a részletekben, tehát nyilván egy órás videóban, itt tudom én hány ezer mondatot, vagy nem tudom mit mondok, persze, hogy bele lehet kötni, én is bele tudok kötni, szóval, sőt, én sokkal több hibát látok a videóimban, mint ti, de a lényegre próbáljunk figyelni. Tehát ha valaki már megnézi egy videómat, az az ő döntése. Én abszolút nem mondom azt, hogy mindenki nézze az én videómat, szó sincs arról, és nem is mindenkinek készítem. Egy nagyon szűk rétegnek készítem, nagyon kevés embernek, akiknek pont ez segít, pont ez a jó, stb. És ti jeleztek vissza, ti írtátok az elmúlt, nem tudom, 3 évben, talán legalább 2 naponta jött egy olyan üzenet, vagy e-mail, vagy személyesen mondtátok azt, hogy nagyon sokat kaptatok a videóimból, és ezért készítem. Tehát nektek az ilyen lényeknek készítem. Abszolút nem mindenkinek. Hát hogyan készítenem már mindenkinek, amikor azért a legtöbb ember még mindig materialista, vagy mit tudom én. Legalábbis itt ebben a kultúrkörben, itt mondjuk Európában, vagy Magyarországon. Tehát, hát ezt csak abból következtetem, hogy látom, hogy mondjuk mennyien néznek meg spirituális videókat, és mennyien néznek meg már mindegy, tök mindegy. Na, jó, szóval megint eltértem a tájtól, tehát a lényegre figyeljünk szerintem. És hát csak megjegyzem, hogy én egyáltalán nem csak itt nektek szövegelek itt, hanem magamnak 100-szor annyit, 1000-szer annyit, tehát, hogy én sokkal többet, tehát tényleg így 1000-szer annyit az elmúlt 20 évben, rengeteget így úgymond tanítottam magamat, tehát rengeteget mondtam magamnak, például azt is, hogy mindenki tükör, ne ítélkezzek senki fölött, ha bárki fölött ítélkezek, akkor igazából magam, tehát igazából bennem van az a tulajdonság, amit benne utálok, tegyük föl, vagy idegesít, stb. Tehát ez a... Na, ennyit a videó készítésemről, vagy videóim készítéséről. Na, szóval, hogy én ugyanúgy mindenféle nehézségem, meg minden dilemmákon átmegyek, mint ti, és bennem is rengeteg kérdés megfogalmazódott, stb. Stb. És próbálom magamat is tanítgatni, fejlesztgetni, ébresztgetni, stb. Úgyhogy hát én azt mondom, tényleg azt érzem, hogy legyetek boldogok, tehát én azt is kívánom, azt is szeretném, meg most így is érzem, hogy ez a jó, hogyha erre figyelünk, és ez a cél, vagy ez az irány, vagy hogy mondjam. Na, sziasztok!